Évek óta épül az M4 nyomvonala, folyamatosan haladunk a határ felé, és egy újabb állomáshoz érkeztünk. A mai nap ezzel a sajtótájékoztatóval indítjuk el a Török-Szentmiklós kisújszállás közötti szakaszt. Elsőként szeretném felkérni Nagy Bálintot, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkárát, hogy tartsa meg beszédét. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, külön tisztelettel köszöntöm képviselőtársamat, elnök urat, sajtó megjelent munkatársait és minden kedves jelenlévőt. Engedjék meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy azzal kezdjem, hogy Magyarország kormánya számára közlekedés politikai szempontból azt gondolom, hogy a legfontosabb cél az, hogy a közlekedés biztonságot tovább tudjuk növelni. Emellett nagyon fontos cél az, hogy a lakosság mobilizációját tudjuk segíteni a közlekedés politikán keresztül, illetve a magyar gazdaságnak a fejlesztését, erősítését tovább tudjuk segíteni szintén a közlekedés politikán keresztül. Azt gondolom, hogy ezekkel a célokkal nagyon nagy mértékben tudunk tenni továbbiakban is a tekintetben, hogy a vidék megtartó képességét, a vidék megtartó erejét azt erősíteni és növelni tudjuk. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően nagyon megnőtt az amúgy is forgalmas és jelentős négyes számú főútnak a forgalma, különösen a tranzitforgalom tekintetében, és ezt követően magyar kormány úgy határozott, hogy kell, hogy legyen egy olyan összekötő út a román-magyar országhatártól egészen Budapestig, amelynek az a célja, hogy ezen a nyomvonalon, illetve ennek a nyomvonalnak a mentén lévő településeknek a tranzitforgalomtól, minden káros hatásától tehermentesítse ezeket a településeket, gyorsabbá tudja és biztonságosabbá tudja tenni magát a közlekedést. És azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, hogyha 2017-től vizsgáljuk, hogy megindult az M4-es útnak négy szakaszban a kivitelezése, megépítése, akkor jelentős lépéseket tudtunk már tenni e tekintetben. A teljes szakasz, hogyha Budapest M0-ástól nézzük Nagykerekéig a országhatárig, akkor közel 224 kilométerről beszélhetünk. Az elmúlt években, 2017-től tavalyi évig, négy ütemben, ahogy említettem, közel 120 kilométer tudott megújulni már ezekből a szakaszokból, nagyságrendileg 308 milliárd forintért, és elmondhatjuk, hogy három ütemben, Budapest M0-ástól egészen ide Török-Szentmiklósig el tudott készülni három ütemben az idáig tartó szakasz, ezzel párhuzamosan az elmúlt években el tudott készülni az országhatártól egészen Berettyóújfaluig húzódó szakasz, és közte van az a rész, ahol most lehetünk, gyakorlatilag Török-Szentmiklós és Berettyóújfalu között, ahol pedig a terv az az, hogy a mostani pillanattól kezdve akkor elindulhat a kivitelezés egészen Török-Szentmiklóstól Kisújszállásig egy nagyságrendileg 34,5 kilométeres szakaszon 139 milliárd forint értékben, és a fönnmaradó, ezen kívül fönnmaradó Kisújszállástól Berettyóújfaluig eső rész, ami valamivel több mint 60 kilométer, ennek pedig az előkészítési, tervezési munkálatai zajlanak. Én azt gondolom, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy minden esetben fontosak azok a típusú infrastruktúrális fejlesztések, beruházások, amik az előbb említett célokat szolgálják, de azt gondolom, hogy különösen igaz az, hogy amikor a szomszédunkban dúló háború, az elhibázott brüsszeli szankciók, hát idézőjelben mondom, hogy eredményeként nehéz gazdasági helyzetben van, azt gondolom, hogy mindenki, beszéljünk akár a cégekről, önkormányzatokról, államról, ilyen esetben különösen fölértékelődik a fejlesztések fontossága, és különösen fölértékelődik, és jól meg kell, hogy becsüljünk, azt gondolom, minden négyzetméternyi új aszfaltot, vagy pedig felújítást, építést. E tekintetben is azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy ez a mostani projekt, az M4-es, az folytatódni tud. Ezúton szeretnék köszönetet mondani képviselő társaimnak azért a tevékenység, amit a térségükben, a választókerületekben élőkért végeznek, hiszen ez a mostani fejlesztés nagyon sok embert érint, ahogy mondtam, már csak azért is, mert az átmenő tranzitforgalomtól tehermentesíteni tudja a településeiket. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki az elmúlt években a kivitelezés, az előkészítés eddigi fázisaiban részt vett, és akik ezek után részt fognak venni a most induló munkálatokban, azoknak pedig jó munkát és kitartást kívánok. Az erre közlekedőknek pedig a már megépült szakaszon természetesen baleset mentes kilométereket kívánok. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Most pedig szeretném felkérni Herceg Zsoltot, Jász-Nagykun Szolnok vármegye 4-es számú választókerület országgyűlési képviselőjét, hogy ossza meg velünk gondolatait. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, külön köszöntöm
az önkormányzatok résztvevőit, a sajtó megjelent képviselőit, és nem utolsó sorban a kivitelező részéről megjelenteket. Amikor az elmúlt év elején átadásra került az M4 gyorsforgalmú út Törökszentmiklósig tartó szakasza, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye vármegyében élők egy több évtizedes álma vált valóra. Több évtizedet vártunk arra, hogy ilyen biztonsággal, ilyen minőségi úton tudjuk megközelíteni a fővárost, és végtelen nagy öröm volt mindannyiunk számára az is, hogy a mi választókerületünket itt Törökszentmiklósnál északi oldalról érte el egy ilyen minőségű út, és a Tiszazugot pedig a déli részen az M44-es, amely ugyancsak szintén épül tovább. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon fontos fejlesztés az, amelynek a projektnyitóján vagyunk ma jelen, és hát végtelen öröm számomra az is a választókerület elnökeként, hogy a két érintett település, amely ugye itt húzódik tőlünk, vagy itt a hátam mögött, tőlünk keletre, ugye Örményes és Kuncsorba, az ott élő polgárokat is nyilvánvalóan kedvezően fogja érinteni, a helyi gazdaságfejlesztést kedvezően fogja befolyásolni abban az esetben, hogyha ez az út tovább épül. Amit még el szeretnék mondani, igaz, hogy szervesen nem ehhez a beruházáshoz kapcsolódik, de nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az alacsonyabb rendű utak fejlesztése is nagyon fontos és kiemelt szerepet tölt be Magyarország kormánya és az Építési és Közlekedési Minisztérium által. Nagyon örülök annak, hogy miniszter úr is kiemelten kezeli azt, hogy az alacsonyabb rendű utak fejlesztése is megtörténjen. Ezeknek a forrása ugye más lesz, alapvetően részben nemzeti forrás, hiszen a Magyar Falu programból is lesz majd erre lehetőség, de a TOP Plus projekt rendszeréből is jó néhány fejlesztési forrás, vagy nagy mennyiségű fejlesztési forrás fordítódik majd ezekre. Tisztelt jelenlévők, én a kivitelezőnek jó munkát, sikeres kivitelezést kívánok, és hát megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Magyarország kormányának a támogatást, hiszen ahogy említettem, hazai forrásból épül tovább az M4-es gyorsforgalmi út, és természetesen köszönöm államtitkár úrnak, a minisztériumnak, miniszter úrnak és minden kollégájának azt, hogy Magyarország fejlesztésén dolgoznak. Számítunk rájuk a jövőben is, hiszen, ahogy államtitkár úr is említette, ezekben a háborús időkben azért nagyon nehéz a fejlesztéseket megvalósulni, de azt reméljük, hogy hamarosan a lehetőségeink bővülni fognak, és a régiunk tovább fog fejlődni. Ehhez kívánok mindannyiuknak nagyon sok sikert. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Végül, de nem utolsó sorban szeretném felkérni Hubai Imlét, a Vármegyei Közgyűlés elnökét, hogy tartsa meg beszédét. Tisztelt államtitkár úr, képviselő úr, kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy elsőként is átadjam F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr a Nagykunság országgyűlési képviselőnek üdvözletét, aki más fontos elfoglaltsága miatt ma személyesen nem lehet jelen a sajtótájékoztatón, de kifejezte örömét és azt a fajta elégedettségét, hogy jól eső érzés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a megyehatárt átlépő M4-es kétszer kétsávos gyorsforgalmi út továbbépítésénél a projektindítón részt venni, és ebben most én helyettesítem képviselő urat, és hadd mondjam el, hogy a mai nap, ami láthatóan kivitelezésre kifejezetten alkalmas, ez a gyönyörű nap, ez egyben azt a fajta megnyugvást is elhozza a térségben élőknek, hogy mind a gazdaság fejlődéshez, mind a társadalmi felzárkózáshoz rendkívül fontos útvonalak létesülnek most a Vármegyét átszelve egészen a Romániáig tartó, Nagykerekig tartó szakaszában az M4-es egyben képviseli az ország egységét, egyben a gazdasági térségek különbözőségének megszűnését, a felzárkózást, és azt is, hogy biztonságosabban lehessen megközelíteni mind az ország szívét, mind pedig akár Nyugat-Európa irányába az átmenő forgalom biztonságosabban és szélesebb keresztmetszeten keresztül tudjon bonyolódni. A 4-es számú főút, ami mellett állunk, a régi szakasza, a Törökszentmiklós bevezető szakasza rendkívül
terheket kellett, hogy elviseljen évtizedeken keresztül. Ezt ettől tehermentesítette, amikor részben elkészült az M4-es gyorsforgalmú Törökszentmiklóst elkerülő szakasza, és a törökszentmiklósiak már akkor fellélegezhettek, hogy az a fajta zsúfoltság, amit okozott a 4-es átmenő forgalma, attól megszabadult a város, és elindulhatott egyfajta biztonságosabb, zöldebb, tisztább környezet és élhetőbb település irányába. Most pedig alig várjuk, hogy folytatódjon az M4-es építése, hiszen ugyanez a térségben számos más települést, Fegyverneket, Kenderest, Kisújszállást, Karcagot fogja tehermentesíteni, és egészen Nagykerekig, az országhatárig, Berettyújfalu érintésével egy olyan úthálózatnak a részeként fog működni, amely évtizedeken, akár egy évszázadon át is meg fogja határozni a térségünk fejlődését. Ahogy országgyűlési képviselő és államtitkáról is említette, nagyon fontos, hogy ebben a megváltozott gazdasági környezetben is Magyarország kormánya kiemelt figyelmet fordít a közlekedés fejlesztésére, hiszen ez a gazdaság fejlődésének, fenntartatóságának és akár a háború által megviselt költségvetés teherbíró képességének is köszönhetően egyfajta biztonságot fog nyújtani az itt élőknek, közlekedési infrastruktúrális biztonságot, és azt, hogy a térségek nem fognak kiüresedni, hanem azáltal, hogy az elérhetőség javul, akár a gazdaság élénkülésének, az ide települő új beruházásoknak, munkahelyeknek is jelentős lehetőségeket fog biztosítani az M4-es továbbfejlesztése. És az is egy fontos tény, hogy mind a Vármegyei Önkormányzata TOP és a TOP Plus programból, mint pedig Magyarország kormánya Magyar Faluból és más a közút rendelkezésére álló fejlesztési forrásokból további 10 kilométerre fognak tudni megújulni mind az egy számjegyű, mint pedig a kettő vagy több számjegyű mellékutaknak a soráiból. És itt legfontosabbnak hagy említsem meg a 46-os számutat, ami már mezőtúri megújult, ez egy nagyon fontos vívmánya volt a térségnek, és folyamatban van a 34-es számú főút kiviteli terveinek a elkészítése, ami mintegy 54 km hosszan Tiszafülettől fogja fölhordani a forgalmat ide az M4-esre, és nagyjából ez a csomópont, ahol itt állunk, ez a csomópont fogja fogadni majd a Tiszatóról érkező, vagy a Tiszatóra induló forgalmat is az M4-es irányából. Tehát fontos, hogy a 34-es számú főút is meg fog újulni, ennek a tervei folyamatosan készülnek, és más felhordó útvonalak, akár a 34-01-es, ami szintén a Tiszató és Kumadras irányából a karcagi elkerülővel, a karcagi térségben fog majd csatlakozni az M4-es további szakaszaihoz, ami majd Kisújszállás, Püspökladány, Berettyújfalu térségében fog elkészülni. És ahogy államtitkár úr mondta, mintegy 95 km hosszúságban létesül a Vármegyében és a térségben olyan kétszer-kétsávos út, amire már évtizedek óta több mint 50 éve vár a térség. Köszönjük a kormánynak azt az elköteleződést, köszönjük a közútfejlesztésben érdekelt szakembereknek azt a nagyon magas szintű tervezői és kivitelezői munkát, ami hozzájárul ezeknek a műveknek a sikeres megvalósításához, és nem utolsó sorban a költségvetési forrásokat is köszönjük, hiszen anélkül a mintegy 140 milliárd forint nélkül, majd a folytatáshoz szükséges további 100 milliárdot nélkül ez a térség soha nem tudna fölzárkózni Nyugat-Magyarországhoz, és soha nem tudna fölzárkózni Európához. Mindenkinek köszönöm, aki ebben az erejét és a tehetségét befektette, labda vetette, és köszönöm, hogy segítik a térség fölzárkózását, köszönöm az építőknek a kiváló magas szintű munkavégzést, és kérem a lakosságot, hogy legyünk türelemmel a mellékutak mentén, hiszen mintegy 3 millió köbméternyi töltőanyagot kell majd fölhordani ide az M4-es építéséhez, és ez bizony meg fogja viselni a térségben élő kis települések lakosságát, és a mellékutaknak az állapotát is vélhetőleg rontani fogja, de bízunk abban, hogy további fejlesztési forrásokkal majd a megváltozó útminőséget is fogjuk tudni kezelni. Ezért is még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek és képviselőt képviselve. Magam is elmondhattam a Vármegye nevében ezt a néhány gondolatot. Mindenkinek jó munkát, jó egészséget és további építéshez alkalmas jó időt kívánok a kivitelezőknek.